A trianoni békediktátumot 99 éve 1920. június 4-én írták alá. Ez a békeszerződés megfosztotta a történelmi Magyarországot területének kétharmadától. Elvette az ország legmagasabb hegyeit, a mezőgazdasági területek jelentős hányadát. A legnagyobb csapás viszont az volt, hogy Trianon következtében olyan területeket csatoltak el a szomszédos országokhoz, ahol rengeteg magyar lakott. A Nemzeti Összetartozás napját 2010 óta ünneplik Magyarországon. Ennek alkalmából emlékeztek meg Bonyhádon is a trianoni békeszerződés okozta veszteségekről. A település polgármestere Filóné Ferenc Ibolya beszédében kiemelte, fontos, hogy ne csak vissza, hanem előre is tekintsenek az emberek Trianon kapcsán. Mi magyarok, éljünk bárhol a világban, azon legyünk, hogy a múltból okulva, a jelenből erőt merítve, közösen építsük nemzetünk jövőjét. Minden alkalommal, amikor a magyar történelem valamely sorsfordító eseményére emlékezünk, nagy történelmi tettet ünneplünk, vagy egy nemzeti tragédia emlékéből próbálunk közösen erőt meríteni. Június 4-e, mely 2010 óta a Nemzeti Összetartozás napja is, ilyen mérföldkő számunkra. Ettől kezdve másképp mérjük az időt a Kárpát-medencében. A nemzet határok feletti egyesítésével az emlékezés és a gyász mellett megfér, sőt nem csak megfér, hanem ma már elengedhetetlen része is a napnak, hogy a jövőbe is tekintsünk. Ma már a hangsúly azon van, miként tudunk kiutat találni a gyászos történelmi múltból, hogy valamennyi honfitársunkkal együtt építsük nemzetünk jövőjét. Ez a magyar szellem, ami megtartott minket, országhatárokon átívelő összefogó erő, és erősebb, mint valaha, bármikor. Tisztelt jelenlévők, ennek a sokat próbált, meggyötört, de mindig talpra állni képes szellemnek a megőrzéséért valamennyiünknek tenni kell. Nemes és szép feladat nemzeti függetlenségünk, hagyományaink, kultúránk, hitünk, a magyar nyelv és ezer éves történelmünk megőrzése, amely 1920. júniusában is próbatéter elé lett állítva. Bonyhád polgármestere azt mondta, a városnak is csapás volt a békeszerződés, ugyanis annak következtében elszakadtak testvértelepüléseiktől, azonban ma már szorosabb velük az együttműködés, mint valaha. Számunkra, bonyhádiak számára azért fontos ez a mai nap. Egyrészt a megemlékezés, ugye 99 éve történtek 1924-én a sajnálatos és tragikus események, másrészt 2010 óta a Nemzeti Összetartozás napját is tartjuk, amely napnak a kezdeményezője, egyik kezdeményezője az a Potápi Árpád János volt, aki akkor még a Nemzeti Összetartozás Bizottságának az elnökeként vesz részt a törvényjavaslatra. Javaslatban mi bonyhádiak erre nagyon büszkék vagyunk, és fontos számunkra, mindannyiunk számára, hiszen nem csak a múlton kell merengeni közel 100 év távlatából, ami egyébként nagyon fontos, hogy ne felejtsük, de hogy ebből kell erőt merítenünk, és hogy a tovább lépés a jövő miatt fontos ez számunkra, én úgy gondolom. És a beszédemben is ezt hangsúlyoztam, hogy az a fajta nemzetpolitika, amit a mai magyar kormány folytat, avval mi maximálisan tudunk azonosulni, és segítjük is ezt a munkát. Részesei is vagyunk, hiszen testvértelepüléseink kapcsolataiba is ezeket erősítjük, a felvidéki Tardoskeddel, az aldonai Hertelendi falvával, ami Pancsova része, vagy akár az erdélyi Borszékkel és Madéfalva községekkel. Rendszeresek a kapcsolatok, őrizzük a kultúrát, a hitet, a hagyományokat, az ezer éves történelmünket, és szerintem ez a legfontosabb. Ünnepség végeztével a város vezetősége és a helyi hagyományőrző csoportok képviselői megkoszorúzták a Trianon emlékművet. Tiszteletüket fejezve ki ezzel az anyaországon kívül rekedt és az országtól elcsatolt területek lakói felé.